Bár meglehetősen szép napos idő volt vasárnap, ez az elkövetkező napokban nem lesz így. Esős, illetve felhős időszakok váltják majd egymást. Palicson a délelőtti órákban a hőmérő higany szállan 4 fokot mutatott, ennek ellenére a csípős hideg szélben ezt jóval hidegebbnek lehetett érezni. Hétfőn pedig megérkezik térségünkbe a hidegfront, élénk, erős helyenként viharos széllel, többfelé esővel, záporokkal. Napközben 4 és 9, éjszaka 0 és 3 fok között alakulnak a maximumok. Kedden helyenként záporok, hózáporok kialakulására is számíthatunk, és marad továbbra is az erős, olykor viharos légmozgás. Az előrejelzések szerint a hét második felében is marad a változékony idő, rövid napsütéses időszakokkal. Az előttünk álló héten napközben nem lesz 10 foknál melegebb, éjszakánként pedig nem kell kemény fagyokra számítani. A szeles idő miatt egyeseknél ingerlékenység, nyugtalanság, valamint fejfájás is felléphet. A szél ronthatja a hő és komfort érzetünket, így érdemes rétegesen öltözködni, ha kimegyünk a szabadba. Immunrendszerünk erősítése érdekében továbbra is fogyasszunk elegendő C-vitamint, sok folyadékot, meleg teákat, leveseket.